Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig a Subnautica 8. epizódja. A legutóbb velem tartottatok, akkor láthattátok, hogy elmentünk a lebegő szigetre. Megtaláltuk a kis Modification Station blueprintünket, ahol szépen felfeleztettük magunknak a magasabb kapacitású, nagyobb kapacitású tankot, a gyémánt pengélyűkést és a töltő úszóhártyákat, hogy feltöltse a kezünkbe lévő cuccokat, viszont sajnos nem találtuk meg a Moonpoolnak a tervrajzát, úgyhogy azt terveztem, hogy ebben az epizódban kijavítjuk ezt a csorbát, kiküszöböljük, úgyhogy nem is húznám a szót, gyorsan feltöltöm a készleteimet, harapok valamit, és a kisfák is nőnek már, Funko! Nem sokára nem lesz semmi problémám az élelmiszerre. Úgyhogy... Ennyi. Szépen lapakolok, azt, amire nincsen szükség. Hát igazából nem tervezem, hogy olyan sokáig maradok azon a környéken, már a Reaperek miatt sem, úgyhogy szerintem nem is töltöm fel, hanem csak útnak indulok szépen gyorsan. Ah, legyen. Úgyhogy megszerezzük a Moonpoolt. Nem hagyjuk hagyni már a dolgot. Van egy terület, amit úgy hívunk, hogy... legalábbis én úgy hívok, hogy Gomba erdő. Ez is nagyjából arra van, amerre... Jaj, hát nem erre. Hanem... az első sziget felé, amerre jártunk. Legalábbis annak a közelébe. Ha ott nem találom meg a Moonpoolt, akkor nem tudom, mit fogok csinálni. Aztán úgy terveztem, hogy beúszunk az Aurórához, ott elő, és rendbe szedjük ezt a sugárzást. Már csak azért is, mert az Aurórában találhatunk ezek a kis szímathoz fejlesztési modulokat, és ha meg lesz a... Jaj! Hú, mekkorát akadtunk. És ha meg lesz a Moonpool, akkor végre fel tudjuk fejleszteni a kis csodánkat. Ami azért nem egy hátrány. Sea Dragon. Azaz tengersárkány. Ijesztő hangjuk van, igazából nem túl veszélyesek. Remélem nem fogsz rácáfolni, hogy siestem harapsz a hátsomba. Modification Station már megvan. Ez nem az, ami nekünk kell. Ez bizony nem az. És ha már itt járok, akkor felszedek néhány izét is. Hulladékot, mert... Óvjuk a környezetet? Nem, csak kifogytunk már otthon a titániumból, és azért szükség lenne némi. A lead, ez annyira nem fontos, hogy foglalja most a helyet nekünk. Na, titánium. Vagy. Még egy kis scrap, egy kis scrap. Isteni jó ez a nagy kapacitású háti tartály. Én is látjátok. Oh! Halo! Bocsánat, hogy megzavartam a köreidet. Stalker Thief! Ez az! Ez is kell nekünk. Oh, jó, shit, menj innen. Ez nagyon jó fogás. Kérne még belőle, vagy 30 darab, de... Te mit csinálsz? Hagyod békén a szímathomat? Kárt nem tesz benne, de a franciért tologat, hogy jobbra-balra. Na. Fölmegyek, hogy beirányozza magam. Ott a sziget. Jó, akkor arra megyünk. Itt egy kicsit mélyebben leszünk, de elvileg nem jelent majd problémát. Stalker, eldobtod a fogadat? Véletlenül valamire? A fog, na. Hát ez most úgy nem igazán. Na jó. Fragment hegyek. Léci. Stázis puska. Hát ez nem egy nagy cucc, legalábbis nekem... Ouch! Nekem nem jött be. Stázis, de megtanuljuk. Majd megmutatom nektek, hogy hogy is működik. Hogyha majd le tudom gyártani. De nem a kedvencem, tehát sokra nem megyünk azzal, hogy befogyasztjuk az ellenfeleket az időben. Áó, sajze! Menj innen! Hagyjatok békén! Oké. Na, itt vannak a levegő kis víz alatti szigeteink. Itt kvarcból lehet sokat találni, ami jól is jönne, de most egyelőre nem ezért vagyunk itt, és nem akarok elkóricálni, mert nagyon-nagyon kéne az a blueprint.
Gombaerdő is itt lesz most már hamarosan valamerre. Hú, hol vagyok? Hú, eltértem az útvonaltól. Ott a sziget, arra megyünk. Elvileg ennek a túlfelén van. Nagyon mélyre merülni még nem akarok, a reaperek miatt sem egyrészt. Meg azért sem, mert nem arra van az, amit keresünk. Ó, nem szeretem ezeknek a kis Sea Dragon-eknek a hangját, olyan... Elvileg jó helyen vagyok. Gyakorlatilag meg fogalmam sincs. Még mindig nem igazán tudok kiigazodni itt a víz alatt. De szerintem jó felé megyünk. Csak nem akarok belebotlani a reaperekbe megint. Nem igazán érzem magam biztonságban velük, mellettük. Hát akkor kerüljük meg a szigetet addig, amíg meg nem találjuk ezeket a gombaerdős részeket. Elég septűből vágtam bele ebbe a kalandba. Lehet, hogy mégiscsak ennem és innom kellett volna, de most annyira nem aggódok emiatt. Hamar vissza tudunk érni viszonylag. Viszont lassan kimerül a energiám a szímmatból, úgyhogy cserélni kell elemet. Az pedig nem tudom, a reaperek területén kéne. Barlang hegyek, hova legyek? Múltkor olyan könnyen megtaláltam, most nem tudom, mi a fene van. Süt a nap. Hát teljesen megkerültük a szigetet. tudjátok mit? Partra szállok némi élelemért és energiáért. A bulbófák segítenek majd egy kicsit az életbe maradásba. Gondoltam rá, hogy ebből is viszek haza, de nem hiszem, hogy akkora szükség lenne rá. Most még egyet. Legyen még egy. Prima. Ugye itt már felszedegettünk mindent. De én amondó vagyok, hogy itt a tökéletes alkalom az energiacella kicserélésére. Így kitűnt az inventoringból, bekerült a szímadba, és mehetünk tovább. Aztán mélyebbre nézek egy kicsit. Határozottan ijesztő. Ez a lepegő szigetes rész. Megnézzük, hogy itt találunk a fragmentet, de nem hiszem. Legutóbb se itt bukkantam rá. Az mi is? Ugye a gyémánt. Aha, hát az annyira most nem. Egy darabka az aurórából. Na, jó tudni, hogy itt is van belőle. Viszont ez most nem a megfelelő alkalom, hogy beússzak. De nem ám. Aha, és már elérem a 200 méteres mélységet. Ami azt jelenti, hogy mélyebbre nem tudok menni a kis szímathommal egyelőre, és épp ezért van szükségem nagyon-nagyon-nagyon a moonpoolra, hogy ezen változtatni tudjak. 900 méter, gyerekek. Jóformán akárhová el lehet majd vele jutni. Plusz azért a torpedórendszer sem a hátrány. Tehát nem ártana már pufogtatni ezzel a kis csodával is. Oh my god, megijesztettél, te dög. És teljesen meg is kerültem a szigetünket. Hol vagyok? Hol van a sziget? Jó, elmentem mellette, jó van. Viszont akkor hol van a gombaerdő? Én totálisan úgy emlékeztem, hogy a sziget mellett valamerre. Shut up! Hmm.
Cserben hagyott a memóriám. Ezt nem szeretem. Még egy rész az Aurorából. Ó, Sun Shark, csend legyen. Ez bizony baj. Én ma már nagyon-nagyon szerettem volna megépíteni a moonpult. Valahogy ma nem jön össze semmi. És beesteledett, ránk esteledett. Francba. Hát akkor... Wow! Akkor nézzünk szét arra. A szigettől egy kicsit jobbra. Valahol pedig itt van a Aurórának az orrától valamelyik irányba. Ez a kis gombaerdős rész. Amit már csak azért is szeretek, mert nincsen benne agresszív lény. Tehát ilyen szép világító kék rája. Mekkorát sebzett ez a valami, aminek neki mentem. Ilyen világító kék rájaszerű lények vannak benne. Amik passzívak, tehát így, tulajdonképpen még jól is néznek ki. Hát este van. Ennek nem örülök. Ajajajajaj. Ez nem a megfelelő idő aludtatásra. Tehát mit tudok csinálni? Nagyon kéne a... Azt sem tudom, hogy fölfele vagy lefele megyek. Baszki. Ez aztán sötét, mint az éjszaka. Freaky. Te gőzöm nincs, hol vagyok. Ez... gombaerdő. Nagyon király. Hát, mint látjátok, hatalmas gombák vannak benne, és ott is a rája, amiről beszéltem. Ennyi a nagy varázslat benne. Elvileg itt meg kell találnom, ha máshol nem is, azt a fragmentet, amit keresek. Léci. Moonpool fragment, hell to the yeah! Jó felé jöttünk. Éha, és kell belőle. Még három. De legalább már tudjuk, hogy jó helyen vagyunk. Tök jó. Akkor csak ide bent kell levezgélni. Ezektől nem kell félni, teljesen ártalmatlanok. Úgyhogy velük nagy problémánk nem lesz. Cyclops Bridge? A Cyclopsnak a hajóhídjához. És itt van az alkatrész ezek szerint. Hopp, jaj. Kicsit a manőverezéssel itt figyelni kell, hogy ne kenődjünk fel minden nyavajára. Egyébként szeretem ezt a területet. Még gondoltam is rá egyszer, hogy ide fogok építeni. Már miért ne? Aztán végül is elvetettem az ötletet. Léci mumpú. Scanner room. Hát ennek igazából sok értelmét még nem láttam. De ez is van. Ez egy olyan szoba, amiben drónokat lehet építeni. És ezeket a drónokat kiküldhetjük az életünk veszélyeztetése nélkül szkenne, vagyis nem szkennelni dolgokat, felfedezni, tehát szétnézhetünk vele, anélkül ki kéne dugnunk akár a lábujjunkat is a bázisról. Hát nem egy rossz dolog, de igazából sok használt még nem lettem, nem láttam. Scanner room. Baby, Moonpool fragmentet kérnék szépen. Ajaj, nem akarja megadni azt, amire vágyom. Ez most valahogy nem. De nem adjuk föl, akkor is itt kell lennie valahol. Moonpool, yes. Fele már megvan. Ha ez is, akkor visszük. Copper. Tudjátok, hogy vigyük ezt is. Copper. Titánium. Semmi para. Titánium. És... Copper. Az mindig kell. Elemnek. Azt visszük. Urahal. Ilyen mélyen vagyok. Észre se vettem.
200 méternél mélyebbről, akkor szépen elkezdi behorpasztani a búránkat víz. És nem akarom tönkretenni az egyetlen kis szí... Mi volt az ang? Na mindegy. Egyetlen kis szímatunkat. Építhetnék másikat, de most egyelőre nem erőltetem. A Moonpoolért jöttünk. De azért visszük a Kyklopsnak az alkatrészeit is, ne aggódjatok. Ó, va. Lítium hever jobbra-balra. Igazából miért is ne szedjük föl. Úgyis szükségünk lesz még rá bázisunk megerősítéséhez. Szépek ezek a ráják. Kell egyet szereznem otthonra. De a Moonpool nélkül nem megyek haza, az már biztos. Anyád, megijedtem. Hülye kavics. Repül a nehéz kő, ki tudja hol áll meg. És a többi, és a többi. Ajaj. Igazán fölkelhetne már az a fránya nap. Mert nem is az, hogy ijesztő a környezet, nem látok semmit. Egyedül ebben a kis sávban, ami világít a kis tengeralattjáró. Na most képzeljétek el, ha most tengeralattjáró nélkül lennénk itt. Hát semmit nem látnák. Látnánk. Ott is egy cucc, meg ott is egy cucc. Légy Moonpoolt nekem. Oh yeah. Nagyon remélem, hogy ez már az utolsó. Egy kis szaggatás. Ne már, most komolyan. Szivat. Fuck. Kész a scanner room. Hurrá. Na légy ci. Azt most már tényleg ránk nappalodott. Mi ez? Nem látom. Hova lett? Itt volt előttünk egy... Most halucinálok, vagy tényleg eltűnt innen a fragment? Ja, a bakker! A szememet veri ki. A scanner room. Nem szeret minket a játék. Fuck! Kezdek morci lenni. De jól néz ki, mi ez? Érdekes kis együttes, ezt még nem láttam. Szép. De most nem ezért vagyok itt. Hanem a freaking fragmentek miatt, amit nem kapok meg. Nem tudom mi ez, de súnya volt. Viszont már tudjuk, hogy hova kell visszajönni, hogy a szép növényeket akarunk az akkumulátorunkba. Persze, akkumulátorunkba akarjuk a növényt, nem az akváriumba. Oh my god. Elveszi a fejemet ez a Moonpool vadászat. Komolyan mondom, az eszemet, nem is a fejemet. Na nem baj. Légy szíves. Szeretném megkapni a Moonpoolt. Köszönöm. Hell yeah. Na. Megnézzük, hogy ez mit adna. Inventory full, az oké, de mi ez? Moonpool fragment, jó. Geyser van a közelbe? Vagy mi a faszom volt ez? Oké, fogalmam sincs, nem baj. Nos, én azt amondó vagyok, hogy visszahúzzuk a seggünket a bázisra, és végre megépítjük azt, amit akarok. Itt fölmegyek, hogy meglássam, hogy hol van helyileg ez a jó kis hely. Hogy legközelebb, hogyha esetleg előről kéne kezdenem a végigjátszást, akkor tudjam, hogy hol keresem azt a nyavaját. Pup! Pontosan az Aurora oldalán, ahol a lángcsóval lobog. Mennyire van tőlem a sziget? Még nem is látom. Éppen, hogy csak az alját kezdem látni. Oké, most már ezt is tudjuk. Ide fogunk jönni, ha kell a Moonpool. És ti is tudjátok majd mostantól betájolni, hogy mi a helyzet. Nagyon oda vagyok a Moonpool-ig egyébként, mert ez az egyetlen nagy épület, ami ténylegesen nagy és jól is néz ki. Én általában központi elemnek szoktam használni, tehát az a bázisom fő alkotó része. De most, mint látjátok, ezt a körkörös kialakítást választottam. Hát kell a változatosság néha, nem lehet mindig ugyanolyan bázist építeni. Egyébként én általában úgy szoktam megtervezni, hogy
ne legyen túl nagy, és mindenhova könnyen el lehessen jutni belőle. Ehhez a körkörös megoldás szerintem megfelelő. De olyan is előfordult már, hogy csak egy nagy hosszú oszlopot építettem, akár csak az akkumulátoros, vagy a, ma, nem akkumulátoros, hanem akváriumos rész a bázisomon, tehát így lefelé építkeztem. Az azért nem tetszik, mert a létramászás még nincs animálva, és iszonyú gyorsan lehet benne létrát mászni. Tehát hármat kattintok, és a legalsó emeletről a legfelsőig eljutok három kattintással, és nincs meganimálva az egész dolog, mint például a mentőkapszulában, amikor használjuk a létrát. Na. Ezzel szép. No, nem állok oda, mert gazapodok, lehet, hogy már megszeretgetik a kis... a kis... tengeralattjárónkat. Kiszálltunk. Jó. Bemegyek, szerintem magamhoz veszek némi élelmiszert. Meggyógyítkozunk. És megszárítkozunk. Tele van az inventory. Scheiße. Legyártjuk azt a sok titániumot, amit összeszedtünk útközben. Kihaigáljuk a invertoringból, hogy legyen hely. Aztán majd szépen lassan el kell mennünk fogvadászatra is. Legyártjuk majd a propulsion cannont, azaz a taszító ágyunkat. És beúszunk a stalkerek közé, beköszönünk, mint egy fogorvos. Ugyanis szükségünk majd lesz a Kyklopsnak a üveg alkotó elemeihez, a fogaikra. Szóval szedtem koppert, szedtem lítiumot, ami itt van. Egy ne. Felszedjük a kis építkezős cuccunkat. Ó, felvettem a medikitet és nem vettem föl. És nem is rakta ide, néha így kihajítja a vízbe ilyenkor a dolgokat, amiket nem tudok fölvenni. Aff, meg is van, itt látjátok. Oké. Okay. Ha minden igaz, akkor kinőtt a fánk. Mármint nem a fánk, hanem a fa. Cuccunk, amit ültettünk, és igen, és a vízünk is megjött. Nagyon tetszik ez a megoldás, egyébként ide két oldalra szereltem a só és a víztárolót. És már van is rajta gyümi. Egy gyümi, két gyümi, na, mondom kettő gyümi, három gyümi, négy gyümi, öt gyümi. Látjátok, ezért mondtam, az élelmiszer probléma megoldva. Pup, 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 pup. Nagyszerű ez, szuper, ez igazán remek. Szépen kinőttek a creepvine-jaink, és mint látjátok, már világítanak rajta a klaszterök, tehát az pedig az üzemanyagot fogja szolgáltatni a bioreaktorunkhoz, ami valószínűleg már kikapcsolt. Nem, még működik. Wow, elég sokáig húztam. Mit is tettem bele? Halakat. Wow, azért még hajtok egy ilyet mellé. Ez király. Úgy látszik, halakkal rengeteg ideig működik. Szuper, akkor lehet, hogy mégis csak tárolok majd néhány halat oda bent. Na de, még mielőtt kifutunk az időből, gyártsuk le a mumpult. Nézzük, mire van szükségünk. És a szkennerumot is le tudjuk gyártani. Tök jó. Titánium ingot. Lubricant. És advanced wiring kit. Oh shit, nem emlékeztem, hogy ennyi cucc kell hozzá. Advanced wiring kit, gold és computer chip pedig silver, quartz és coral. Wow. Ez drága mulatság, de csak egyszer kell megépíteni. És ha át akarjuk tenni máshova, akkor nem lesz gond, mert ugyanúgy visszakapunk mindent. Coral, igen, coral sample. Table coral sample. Hú, ez tényleg jó drága mulatság. Na szóval, akkor Advanced Wiring Kit. Így jövök. Gold, hát abból ugye a roskadásig. Illetve most nem, de majd könnyen hozzá lehet jutni, úgyhogy nem kell tőle félni. Mint láttátok, a szigeten is rengeteg található. És jobbra-balra is. Na szóval. Lubricantből 4, hát akkor megnyessük a mi kis szupi-muppi akváriumunkat. Lubricantből 4, tehát ebből felszedjük az összeset, amit tudunk. 1.
azt mondja, ez egy lubrikant, két lubrikant, egy van a raktárba, és nem fog elférni nálunk a következőre való. Haladunk, haladunk a végkifejlet felé. Itt van a harmadik, és még négy kellett, ugye? Négy. Aha, jó, oké, akkor még kell. Látjátok, ezért jó ez a kis akvárium. Itt megtermelhetjük magunknak minden, ami szükséges, és akkor a végén már szinte nem is kell kidugnunk a pofinkat a bázisról. Hova lögdöstek, halacskák? Hey! Stop it! Így. Megeszlek titeket. És meg is van a negyedik. És már csak a titánium ingot kell, az 4 ingot, az azt jelenti, hogy 40 darab titániumra lesz szükségünk. Ez itt 2. Ez egy drága mulatság, gyerekek, de hát szükség van rá. Szükséges. Még szerencsé, hogy felszedtük azt a sok titániumot idefele jövet. Azt mondja, még kell 19. Az. Egy. Egy. És 2. Bango baby. És már mehetünk is építkezni. Nos, mint mondtam, ugye körkörös megoldást akarok. Ti zavartok, ti engem rohadtul zavartok. Lássunk hozzá. Egy kis szaggatás. Nem is volt olyan nagy. Azt hiszem, szükségem lesz üvegre is. Elfelejtettem, hogy üveggel csatlakoztattam ezeket a dolgokat egymáshoz. Úgyhogy 2 üveg, ha jól emlékszem. Az 4 kvarc. Ha csak nincsen... Nincsen. Egyszer. Kétszer. Bújjá. Imádom a múpult, nagyon jól meg lett csinálva. Nagyon jól. Titeket el foglak innen lövöldözni a Propulsion Cannonnel, én úgy vélem. Azt mondja, Glass Corridor. Hopp, nem megy, oda megyünk. Hogy. Mindjárt megnézzük, hogy mennyi a integritás. Hopp, 24-5, ez... Ez már tulajdonképpen teljesen véglegesen is elég. Ej. Azt hiszem így lesz a megfelelő. És ha jól látom, akkor csatlakozni fog magától. Hú, de sokáig épül. Wow. Yeah, hát ott nem lesz üveges a csatlakozás, de ez legyen a legnagyobb problémám. Ez király. Dokkoljunk is be gyorsan, megmutatom, hogy milyen szuper is ez a kis történet. Welcome aboard, Captain. Ide aláúszunk, emelkedünk, és puff! Awesome! Imádom! Hoppá! És belesek a vízbe. Ez szuper. Nem tudom, hogy vagytok vele, de Alfához képest ez egy nagyon frankon kitalált épület szerintem. Ide pedig beépíthetjük a Seamount Modification Station-t, amivel módosítani tudjuk a kis csodabogarunkat. Ide lehet majd behelyezni a modulokat, amivel föl lehet fejleszteni. Szerintem ez állatkirály. És így meg be is zárul a kör. Szerintem ez nagyon szuper. A scanner roomot meg majd valamelyik kis kilátóra megcsinálom. Vagy arra fele fog kinyúlni, vagy arra fele. Az már tényleg nem egy nagy dolog. És, mint látjátok, fully charged, az azt jelenti, hogy feltölti a bázis energiájából a kis szímatunkat, és nekünk már csak ide kell jönni, és szerelni kell rajta egy kicsit jobbegérgombbal, mert megsérült, és ennyi. Nagyon frankó. Hú. Közben magunkhoz veszünk egy kis élelmet, mert már az is teljesen önellátóvá tett minket.
Közben a vizet is kiszedjük, azért legyen raktárom. Úgyhogy, srácok, önállátók lettünk. Ez a létre ez útba lesz, én már látom. Úgyhogy szépen ezt lebontjuk. Mondom, lebontjuk. Kis titániumot visszanyerünk belőle. Ott van úgyis egy létre lefelé vezető, az úgy pont elég nekünk. Önállátók vagyunk. Energiával jól állunk. Minden mással jól állunk. Opa, azt nem így akartam, hanem csak így. Úgyhogy mostandó Power Cell-t már csak a külkapszhoz kell gyártani. És lassan eléri végleges formáját a bázis. Nagyon szuper. Következő részben elkészítjük a Modification Station-t oda, hogy tudjuk buherálni a kis tengeralattjárónkat. És aztán el kell mennünk nyersanyagvadászatra, mert mint láttátok, se silverből, se goldból nem állunk a helyzet magaslatán, és itt már jönnek majd képbe a computer chipes meg ilyesmi megoldások. Úgyhogy lassan igen szükségünk lesz mindenféle jó murira. Eljött az éjszaka, és eljött a videó vége. Köszönöm, hogy velem tartottatok a víz alá. Remélem legközelebb is számíthatok a társaságotokra. Úgyhogy most kezdődnek csak az igazán érdekes, izgalmas felfedezős dolgok. Ami hamarabb, mi hamarabb viszontlátásra. Sziasztok, srácok!